a hagyományok megismertetése és életben tartása. Ez a célja a szombati Mártonnapi Vigaságnak, ami már hagyományosan a Sóstói Múzeumfalu évadzáró nagy rendezvénye. A Nyíregyházi az ország második legnagyobb skanzenje, így nem csoda, hogy a megye határon túlra is elért már a rendezvény híre. Nagyon fontos az, hogy a híre ne csak a városban terjedjen, hanem a régióban, vagy lényegében a Dunától keletre eső részekben is. Azért is, mert a Múzeumfalu most a harmadik év az, amikor egyfolytában magasabb bevétellel és magasabb látogató számmal számol. Azt gondolom, hogy ezek a hagyományok, ezek a népi hagyományok, amelyek megjelennek mondjuk Szent Márton, Szentnek a tiszteletén, vagy a hozzáköthető hagyományokon keresztül is, az a gasztronómia, vagy az a játék hagyomány, ami hozzá kapcsolódik, az nagyon fontos, hogy ne csak az újjal, ne csak a modern mobil világgal ismerkedjünk, hanem tudjuk meg azt is, hogy a nagyszüleink, dédszüleink hogyan éltek, hogyan ünnepeltek november 11-én. A hagyományok megismerésén túl a gasztronómia is fontos szerepet kap a rendezvényen. A szervezők kemencében sült kelt tésztákkal, sült tökkel, almával és krumplival, forralt borral és teával, valamint libás ételekkel várják a hagyományos ízek kedvelőit. Ezen túl pedig egy különleges lehetőséget is biztosítanak a látogatóknak. Néhány házba be fogunk fűteni, és igazából az a különlegessége ennek a napnak többek között, hogy olyan terekbe, vagy azokba a terekbe is beengedjük most a látogatót, amit egyébként normál látogatás alkalmával, zsinórral elzárjuk, és nem léphet be abba a szobába, amiben mi most be fogunk fűteni, és leülhet a látogató, kipróbálhatja, milyen egy kemence mellett ülni, vagy a kemence patkán ülni, amikor ott fűtés van a kemencében. De ezen túlmenően ilyen hagyományos tevékenységet, amit téli időszakban szoktak végezni, hogy tengerit mózsolnak, nálunk is mózsolhatnak, és a cserépkályha mellett ülve mesét hallgathatnak. A színpadi programok mellett ünnepi istentisztelet, liba szépségverseny és lúd tollal írás is várja a látogatókat november 11-én a Mártonnapi Vigasságon a Sóstói Múzeumfaluban.